ez a koncert a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai által kitalált online sorozat, a Zene Szombaton című projekt egyik felvétele, melyen épp a Human Brass Band játszik. De számtalan más, ismeretlen vagy kevésbé ismert együttes is bemutatkozhatott a sorozat során. A Zene Szombaton csatlakozik ahhoz a Babits Mihály Kulturális Központ által elindított online műsorsorozathoz, mely sajnos a pandémia idején az élő koncertek, élő programok hiányában találtunk ki. Kollégáim nagyon leleményesek voltak ebbe, és már tavaly ősszel és idén télen is felvették a kapcsolatot valamennyi olyan zenekarral, valamennyi olyan zenében jártas közreműködővel, akik egyrészt a korábbi években is már szerepeltek nálunk, akár itt a színházban, akár magyarul hát a ház területén belül, akár ugye szabadtéri rendezvényeken. A koncepciónak az alaplényege az volt, hogy próbáljunk meg olyan tehetséges, akár ismert, akár még újonnan összeállt formációt a teljes zenei palettán találni, akiknek ez egy kiváló bemutatkozási lehetőség, egyfajta tehetséggondozási és fiatal feltörekvő helyi együtteseknek minél több szerepet adjunk. Nagyon elterjedt a program híre a zenekarok között, és egy rövid idő után már sorban álltak az együttesek a lehetőségért. Ez idáig 16 élő koncertet tudtak rögzíteni a kulturális intézményben. Az elsők között szerepelt a Sisa Band is. Megkerestek olyan kéréssel, hogy valami igényes blues-rock zenét tudnánk-e játszani, és mondtam, hogy igazából nem csak, hogy tudnánk, szeretünk is, és tudnánk is. Én elmondtam a Táborfi Gábornak, hogy ő keresett meg ezzel, elmondtam, hogy mi körülbelül mit tudnánk prezentálni, és azt mondta, hogy szuper, ne is beszéljünk tovább, mert ez kell neki, úgyhogy azon belül már csak az időpontot kellett egyeztetnünk. Sajnos mindig ráértünk, tehát el tudtunk jönni, és megdöbbentünk azon, hogy mennyire nem esik ki az ember belőle így a zenélésből, tehát ez tényleg olyan, mint a biciklizés. Csak arra kellett a legelején rákészülni, inkább nem technikailag, hanem szellemileg, hogy ne akarjunk ebbe a kis időben mindent eljátszani, hanem próbáltuk egymást még idefele a buszba is csitítani, meg a józanságra buzdítani, hogy ne toljuk túl, ne legyünk terhére a zenének, hanem tényleg mindig maradjon az a fontos, hogy az úgy szóljon, ahogy annak szólnia kell. Mert mindegyünkbe már robbanásig feszült a zenélés utáni vágy. Szabó Dávid elmondta, ő több formációban is játszik, és így közel 200 koncertje maradt el ez alatt az egy év alatt. Pihenésre volt lehetőségünk, meg megnyugvásra, de azt meg tudtuk volna az egy hónap alatt is, és utána jó lett volna folytatni. Próbálunk most nem hirtelen falni, mert azt mondták, hogy az okosok, hogyha itt most sok felkeresés lesz, akkor is próbáljunk higgadtak maradni, és nem egymásra vállalni, nem gyorsan autózni két helyszín között, hanem szépen, és pedig megint csak ugyanúgy, mint a felvétel előtt, mindegyünk pattanásig van feszülve, és ha lehetne egy nap négy koncertet tolnánk le, de nem szabad kibukni, és próbálunk ügyesen szervezni, és szépen tudatosan visz felépíteni az új életünket. Az intézmény igazgatója elárulta, nagyon jó kezdeményezésnek tartja ezt a programot. Nagyon sok tehetséges művészre leltünk, mindannyiunknak ez egy nagyon szép lehetőség lesz, hogy a szekszárdiak is megismerhessék azt, hogy mennyi tehetséges fiatal, mennyi tehetséges zenei formáció létezik városunkban. Hogyha ki tudunk nyitni, újra visszatér az élet a rendes kerékvágásba, akkor van egy hatalmas merítési lehetőségünk, nagyon sok olyan formációra leltünk, legyen az pop, rock, jazz, blues, akár még komoly zenei műfajban is, amelyek a városi rendezvényeken közeljövőben akkor a széles publikum előtt is bemutatkozhatnak. Terveink szerint júniusban, hogyha megnyithatunk szabadtéri rendezvények kapcsán, a Vármegyeháza udvarán is a kormányhivatalon már előre haladott tárgyalásokat folytatunk, hogy minden hétvégére szeretnénk valami produkciót a szekszárdi közönség számára létrehozni. Ebben gyerekprogramok, akár mozivetítés, de értelemszerűen élő koncertek is lehetnek.
Úgyhogy ez a nyári időszak nagyon jó felkészülés lesz arra, hogyha már nagyobb, több ezeres rendezvényeket is lehet tartani, akkor ezek az együttesek itt is kipróbálhatják magukat egyelőre még szűkebb körbe, de már felkészülve a nagyobb fesztiválokra, rendezvényekre.